Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan megjelentek egyéb elfoglaltságaik ellenére, időszakítottak a mai rendezvényünkre. Ma este olyan témákról lesz szó, amelyek közvetlenül befolyásolják az ágazatunkat az elkövetkezendő időszakban. Ilyen például a közös agrárpolitika aktualitásai, különösen a vidékfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok, és nem utolsó sorban a földforgalmi törvény változásai. Előadóink izgalmas témákat járnak majd körbe ma este. Még éppen csak elkezdődött az esztendő, de látjuk, van dolgunk idén is. Február 15-e van. Ma éjfélig lehet feltölteni az elektronikus gazdálkodási naplókat vállalásainkkal. A legfontosabb, hogy minden tábla legyen fent, és minden táblánál megfelelő jogosultság, permetezési napló, jogcím, kötelezettség legyen bejelölve. A következő fontos dátum március 31-e lesz. Ez a dátum a nitrát szolgáltatás, nitrát jelentésnek a bejelentési határideje. Elektronikusan kell megtenni ezt a bejelentést mindazoknak, akik nitrátérzékeny területen gazdálkodnak, vagy annyi állatot tartanak, hogy az a háztartási mértékű felhasználást meghaladja. Megkérdőjelezhetetlen érdekeink mellett emeltünk fel ismét hangunkat múlt pénteken Záhonyban, ahol mi is ott voltunk. Itt megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a vármegyéből csatlakozott gazdatársainknak, akik közül tudom, hogy itt is jó páran jelen vannak. Ezúton is köszönöm a közreműködésüket. Köszönöm szépen. Köszönjük. Úgy gondolom, hogy a 2024-es év hoz bőven újat, kihívásokból, problémából, azonban lehetőségekből is. A dolgunk, hogy továbbra is álljuk a sarat, és merjünk élni a lehetőségeinkkel. Most pedig felkérem Varga Gábor képviselő urat, hogy ossza meg velünk gondolatait. Tisztelt elnök úr, főtitkár úr, helyettes államtitkár úr, tisztelt megjelentek, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az előbb egy sajtótájékoztató volt, és tudom, hogy milyen fontos témákról beszélünk, és milyen alaposan ki kell beszélni ezeket a témákat. Úgyhogy rövid leszek. Az előbb az Imre mondta, hogy milyen fontos dátumokhoz értünk el. A magyar gazda az egy fontos dátumot szeret, amikor eladta a termését, és azért megfelelő mennyiségű ellenszolgáltatást kap. Szerintem az a legfontosabb. Tehát egyszerűen nonsens, az egyik barátom pár nappal ezelőtt mondta, hogy részletezte, hogy milyen frankó és jó dolog a gazdálkodási naplót kitölteni, éjjel háromig dolgozott vele. Nem egy buta srác, és én azt gondolom, hogy ennél azért egyszerűbben kellene az agrárpolitikát. Nem a mi dolgunk, nem a gazdák dolga az, hogy ilyenekkel foglalkozzunk. De ehhez, hogyha már ennyien összejöttünk, én nagyon örülök neki, hogy ennyien vették a fáradtságot és eljöttek, és meghallgatják ezt a három szerintem nagyon fontos olyan témát, ami mindannyiunkat érinteni fog, és én azt gondolom, hogy a mai tanácskozás, vagy a mai ilyen összejövetelünk akkor éri el az eredményét, hogyha úgy megyünk majd el, hogy mindenki kapott valamit, ki a gazdaságának az átadásához kapott olyan instrukciókat, amivel azt gondolja, hogy a fiának, gyerekének, unokájának át tudja majd adni, és ezért mindenki jól jár, ki a közös agrárpolitikának haszonélvezője lehet, ki pedig a vidékfejlesztési pályázatok, 69 vidékfejlesztési pályázatból ki tudja magának venni azt, amelyet ő szeretne az elkövetkezendő időszakban pályázni. Nem véletlen volt az, hogy amikor ezt a tervezgettük a mai napi rendi pontokat, és hogy milyen előadókat kit hívjunk meg, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a megyei elnöke kérdezte, hogy én szerintem kit. Én azt mondtam, hogy az itt ülő három ember közül legyen az, akit meghívunk. Bár nagyon sok mezőgazdasághoz és gazdasághoz értő ember van ma Magyarországon, de aki számunkra, a vidéki emberek számára hiteles, és érte a mi nyelvünket, és tudja azt, hogy mi az, hogy gazdálkodás, és
a múltban is, a jelenben is, és remélem a jövőben is hiteles emberként tekintetünk rá, mint mezőgazdaságban, mezőgazdaságért dolgozó ember, azok most itt vannak. Úgyhogy még egyszer nagy szeretettel üdvözöllek benneteket, és most akkor én az Imrének mondtam, hogy rövidek legyünk, ezért én itt be is fejezem, köszönöm, hogy meghallgatotok, és én átadnám a szót Jakab István elnök úrnak. Hát szép jó estét kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy együtt lehetünk. Azt gondolom, hogy itt több ismerős arcot látok, akikkel találkoztunk az Áhonyi határátkelőnél is. Azt gondolom, hogy mi mindenkor őszintén, nyíltan beszéltünk, őszintén, nyíltan beszélünk ma is a problémáinkkal, és hát ha valaki figyelte, hogy mi zajlik ma Európában, és mi mit mondtunk ezelőtt néhány évvel már, amikor arról vitatkoztunk, hogy milyen lesz a közös agrárpolitika, milyen lesz a Green Deal, milyen lesz az a zöld megállapodás, mit jelentenek majd ezek a korlátozások a mi versenyképességünkben, az visszaemlékszik rá, hogy hajszál pontosan nem mondtuk ezeket a dolgokat, hogy ez lesz a következmény. Sajnos eljutottunk oda, hogy most már nem csak mi mondjuk, mert ugye mindig Magyarországot szidják. Mindig, hogy mert Magyarország, a Magyarország miniszterelnöke mindig vitatkozik. Hát vitatkozik, mert mi mindig megmondjuk azt, ami az érdekünk, és az értékrendünk alapján elmondjuk a véleményünket, és sőt, ki is állunk az ügyeinkért. És most az elején szeretném bejelenteni, elnézést kérek mindenkitől, akit esetleg úgy gondolja, hogy a fórum végéig itt kell lenni. Én ha elmondtam mondandómat, akkor itt maradok, és bármilyen kérdés van, akkor kérem, hogy engem nyugodtan boncoljanak élve, őszintén fogok minden kérdésre válaszolni, amennyiben tudok, amennyiben nem, pedig a kollégáim itt vannak. De este a hírtévébe kell 20 óra, 10 perckor adásba leszek, tehát addigra oda kell érjek. Ezért van most az, hogy először én szólok, mert általában én szoktam a végén szólni, de most ez következett be. Szóval, kedves barátaim, az a helyzet, hogy amikor zajlott az Európai Unió költségvetéséről a vita, már akkor jeleztük, hogy a büdzsé alacsony. Már akkor jeleztük, hogy kevés a pénz. Ha visszaemlékeznek, ez a Covid alatt volt. Györfi Balázssal ott borogattuk a bálákat, már akkor ott a bizottság székháza előtt ott demonstráltunk, ugyanis az a helyzet, hogy a büdzsé nőtt, az uniós büdzsé nőtt, de az agrárbüdzsé csökkent, mert már akkor is migrációra, különböző egyéb kiadásokra elvitték a pénzt, csak úgy szeretném visszaidézni, már akkor mondtuk, hogy ez kevés lesz, barátaim. Pontosan ezért nyilván már akkor láttuk, és látta a magyar kormány is, hogy ebből baj lesz. Én csak jelezni szeretném, hogy az adható legnagyobb nemzeti támogatási összeget biztosította a magyar kormány, 80%-os kiegészítést. De nyilvánvaló, hogy ezen túlmenően jó néhány intézkedés született. És hadd beszéljek most a mi dolgainkról elsősorban, és utána majd párhuzamot vonunk, hogy mi zajlik, meg mit kell tegyünk még. Mit kell tegyünk még? Amikor eldőlt az, hogy milyen lesz a mi lehetőségünk a közös agrárpolitika keretében, nyilván már azt megelőzően is a kormánnyal egy érdemi párbeszédet folytattunk, hogy számunkra a büdzsé elfogadható legyen, és készüljünk fel arra, hogy ez az 5 éves, vagy ez a 7 éves költségvetés számunkra sok nehézséget tartalmaz. Akkor láttuk azt, hogy hihetetlen adminisztrációs teher zúdul ránk. Nyilván nem véletlen van a falugazdász hálózat, és már most szeretném jelezni, hogy a falugazdász hálózat kibővül, országosan egy 700 fős létszám lesz. Most zajlik a képzésük, a felkészítésük, tehát most tudjuk, hogy nagyon nehéz ez az első éves adminisztrációs teher. Kollégáim majd elmondják részletesen, hogy mi történik majd a különböző
az elektronikus gazdálkodási naplóval kapcsolatos problémákat hogyan lehet kezelni. Jelezni szeretném, hogy pontosan tudjuk, mi az oka ennek az egésznek, és segíteni fogunk. Tehát itt olyan nem lesz, hogy valaki emiatt hátrány szenvedjen, vagy a támogatást ne kapja meg. Ilyen nem lesz. Ilyen nem lesz, mert aki eddig nem tudta beadni, akkor nem nyitotta meg, mert ha megnyitotta, az már elég. Ha meg nem nyitotta meg, akkor helyette most megnyitják, és meg lesz a lehetőség egy hónapon keresztül, hogy akkor érdemben adatok is bekerüljenek. Pontosan tudjuk azt, hogy ez egy nagyon nehéz időszak a kollégáknak is, mai napig most is azon dolgoznak, tehát a kollégák, hogy hogyan lehet ezt az óriási terhet valamilyen módon úgy kezelni, hogy ez a gazdáknak, gazdatársainknak ne okozzon olyan nehézséget, ami a gazdálkodástól viszi el a figyelmet, a gazdálkodástól vonja el az erőt. Ezt nem megnyugtatni szeretnék senkit, őszintén nyíltan számon kérhető vagyok. Őszintén nyíltan mondom el, rengeteget vitatkoztunk Brüsszellel, vitatkoztunk itthon, de a dolog az úgy zajlik, hogy a nemzeti kapstratégiát el kellett készíteni, és el kellett fogadtatni ahhoz, hogy érdemben felkészüljünk, meg lehessen hirdetni, tudjanak dönteni a gazdák, hogy milyen támogatási mód, milyen formában kívánják a támogatásokat igénybe venni. Ehhez is ugye megpróbáltunk információkat biztosítani. Most az első évet zárjuk. Azt akarjuk, hogy emiatt senki szankciót ne szenvedjen el. Tehát ez az egyik dolog. Meg lesz a 700 fős falugazdászhálózat, és azon dolgozunk, hogy ők ezt az adminisztrációt végezzék el. Nem titkolom, óriási munka és vita közepette, óriási munka zajlik az informatikai fejlesztések terén, mert olyan fejlesztést kell csinálni, amit egyébként a falugazdászok is képesek legyenek rövid idő alatt elvégezni, hogy tudjanak a gazdáknak segíteni, vagy ha valaki maga akarja egy egyszerűsített programmal, ezt meg tudja csinálni. Ezen vagyunk. Ez már meg lesz. Nyilván a következő a 2024-es évre vonatkozóan most dolgoznak a kollégák, hogy hogy lehet még jobban egyszerűsíteni. Most könnyebb helyzetben vagyunk, mert ha a bizottsághoz fordulunk, most végre már értik, hogy mit kérünk, mert hatalmas nyomás alatt vannak. Eddig nem voltak. Eddig nem volt párbeszéd, eddig ők eldöntötték, és onnantól kezdve az zajlott. Hát ha visszagondolunk rá, mi már akkor elmondtuk, itt a kezemben van, sajnálom, hogy nem hoztam vetítőt, mert ki lehetett volna vetítenem. Hát már akkor elmondtuk, hogy majd a termelés csökkenni fog, ha ezt a Green Deal bevezetik. 12%-kal nem annyival csökkent, hanem legalább 20-szal, ha nem többel. És azt is elmondtuk, hogy az exportunk csökkenni fog, azt is elmondtuk, hogy az importunk jelentősen nő, és ezt nem mi készítettük, ezt az anyagot, hanem ezt az amerikai az USDA, az amerikai mezőgazdasági minisztérium, mert az Európai Bizottság annyira nagyképű volt, és annyira semmibe vette a gazdák álláspontját, és ezt ki kell mondani, annyira, és akkor még nem tudtunk európai egységet, egy közös fellépés létrehozni, mert azért még hiába mentünk a németekhez, vagy a franciákhoz, még a lengyelek se nem nagyon mozgolódtak, hát most már ugye értjük, hogy mi zajlik, és könnyebb ezeket a dolgokat vinni. Nos, tehát a lényeg az, hogy amit megtehetett a magyar kormány, és itt jelzem ugye, gondoljuk végig a földadó eltörlése. Gondoljuk végig, hogy a gazdaság átadási törvény megalkotása, a végrehajtási rendelet most készült, Cseh Tibor kollégám erről beszél majd hosszan, ő gyakorlatilag végig minden az utolsó mondatig minden vitában részt vesz azért, hogy gazda közeli, a gazda érdeket szolgáló olyan változás legyen, hogy valóban aki átveszi, az is boldoguljon, de aki átadja, az is. Tehát mindkettő kapjon támogatást. Erről majd ő fog beszélni. De a lényeg az, hogy ezt mi megtettük, és én azt hiszem, hogy Magyarország ebben is élen járt. Az Európai Bizottság ugye annó
pillanat még nem akarok annyira előre szaladni, gazdaságátadást mondtam. A hitelkonstrukciókkal kapcsolatban annyit, hogy nyilván az Agrár Széchenyi kártyával kapcsolatban, amit lehetett, azt megtettük. Szigorú földpiaci szabályozást megtettük. Gázolaj jövedékadó visszatérítést, amilyen mértékig nőtt a gázolaj ára, olyan mértékig nem eltöröltük, mint a német kormány tette a német gazdákkal, amiért végül is kimentek az utakra, hanem arányos módon megpróbáltuk emelni, hozzáemelni, hogy veszteség a gazdát ne érje. Ez nem többlettámogatás, de az árakkal arányosan a jövedékadó visszatérítés mértéke is nőtt. Tehát ezt azért akarom jelezni, mert nincs olyan mozzanat, amiről a kamara vagy a magosz ne tudjon, válverve küzdünk, amit a költségvetés lehetővé tud tenni, azt megtesszük. Na, ez nem volt elég. Ez nem volt elég ugyanis ahhoz, hogy az árak beszakadtak, ahogy a piac összeomlott, ahogy az input árak megemelkedtek, ez sajnos európai jelenség, most igazolják az ottani Európai Uniós megmozdulások is. Ebben, amit tehettünk, és akkor még itt volt az aszály. És mindez egy Covid után volt. Tehát pontosan tudja a kormány, bármelyik kormánytag folytatja a mondatot, amit én megkezdek, mert pontosan tudják napra készen, hogy mekkora hatalmas küzdelem zajlik. Ha valaki érzékelte, vagy látta azt, hogy például a vízmegtartás terén rengeteg víz gazdálkodással kapcsolatos beruházás indul, a többlettámogatási források ahhoz, hogy öntözési közösségek jöjjenek létre, hogy a nagy infrastruktúrákat elkezdjük, ugye zajlanak a tervek, meglátjuk, hogy az Európai Unió meddig tartja vissza a forrásokat, minden esetre mi azért abba bízunk, hogy előbb-utóbb eljön az az idő, amikor már egy másik bizottság másképp viszonyul majd a mi helyzetünkhöz. Na de ne szaladjunk előre. Ukrán helyzet. Beszéljünk erről őszintén, nyíltan, egyenesen. Én nem vagyok könnyű helyzetben, de szeretnék mindenkinek a szemébe nézni. Tudom, mi zajlik Ukrajnában. Én magam 6 alkalommal jártam Kárpátalján, amióta a háború most kitört. Találkoztam családokkal, sőt, találkoztam olyan emberrel, aki a frontról hazaengedték, de sajnos beszélni nem sokat tudtam vele, mert az igen nemen kívül csak a mély hallgatás volt, mentálisan összezuhanva, tönkremenve. Így néz majd ki Ukrajna. Ezt az Ukrajnát akarja az Európai Bizottság Európai Uniós tagállamnak elfogadni, befogadni az Unióba teljes jogú tagként. Megkezdődtek a tárgyalások. Egyik pillanatról a másikra, nagyon gyors döntéssel. Tudjuk, hogy ez a tárgyalás megkezdés, ez porhintés az ukrán emberek szemébe, mert azt is tudjuk, hogy ők azon feltételeknek, ami a tagság követelményrendszere, soha az életbe ilyen viszonyok között nem tudnak megfelelni. Pontosan tudjuk azt is, hogy ők gyakorlatilag háborúban állnak. Azt sem tudjuk, hogy a határ hol húzódik. Azt sem tudjuk, mennyi a népesség. Gyakorlatilag egy bizonytalan jogrendszer van. Hát erre mit lehet mondani, hogy lehet így elkezdeni? Ez minősíti az Európai Bizottságot, de nem bennünket. Mi történt? Az történt, hogy a háború kapcsán hatalmas mennyiségű gabona bentrekedt, azra kérték a bizottságot, hogy adjunk lehetőséget arra, hogy tranzitként el tudjuk juttatni Konstancába, hogy onnan hajóra rakva a hagyományos piacaikra eljusson az áru. Nem jutott el, hanem elkezdték leteríteni az európai piacokat. És nagyon nagy mennyiségű gabona bekerült, nem csak ide, nem csak Magyarországra, tudjuk, hogy mennyi került be, ez hivatalosan megvan, de meggyőződésünk, ez valamivel több, mint 2 millió tonna, de nem ennyi került be. Hisz nem csak a magyar határon jön be Magyarország területére, hanem Európai Uniós tagállam vagyunk. Schengenen belül meg sem lehet állítani a kamionokat, Schengenen belül. De mondjuk, ha Románia felől,
érkezik áru, meg lehet állítani a kamiont, lehet konstatálni, hogy mi a rakománya. Csak az, hogy az ukrán kukorica volt-e, vagy már román, ha átokmányolja, onnantól kezdve azt már mi nem tudjuk megállapítani. És innentől kezdve már gond van. De ugyanígy szállítják rajtunk keresztül. Ez az egyik, hogy így be tud áramolni, a másik meg az a másik legnagyobb baj, hogy a piacainkat vették el. A piacainkat, tehát ahova eddig hagyományos piacainkra szállítottunk, oda nem tudunk szállítani, mert közben már az ukrán árukkal leterítették. Nem véletlen az a küzdelem, ami ma zajlik. Én szinte nemrég járt nálam a Koldirettinek, a legnagyobb olasz érdekképviseletnek az elnöke. Látjuk most, mi zajlik. Múlt év nyarán találkoztam a német parasztszövetség főtitkárával, akkor még ő azt mondta, hogy hát nehéz, de majd valahogy megállapodunk a kormánnyal. Fogok erről még beszélni egy kicsit bővebben a német helyzetről. De hát a lengyel barátaink is ugye nagyon erős ukrán pártiak, de most hát borzalmas, nehéz helyzetben vannak, mert ők is most már, a lengyel gazdák is az életükért küzdenek. Mai kép Wroclawban, ma volt egy nagy demonstráció, mi ugye talán akik ott voltak, látták, emlékeznek rá, hogy érzékeltessük, hogy mi a baj. Hát a pótkocsin azért felemeltek a kollégáim egy koporsót, amire az volt írva, hogy Brüsszel, ezt akarjátok? Nos, a lengyel barátaink ugyanígy egy koporsóval vonultak végig Wroclaw utcáján ma. Tehát barátaim, Európa gyakorlatilag az Európa gazdatársadalom fellázadt. Pontosan tudják, értik és elszenvedik azt, ami ellen kellő időben, kellő erőjel nem álltak ki. Nem vádoljuk őket, sőt, szolidárisak vagyunk, és együtt küzdünk. Együtt küzdünk, és hát azt kell mondjam, hogy megnéztük az egyes tagállamokban, hogy milyen követelések vannak. Milyen követelések vannak. Azt kell mondjam, hogy ezek szinte egybecsengenek. Ha az első, ami nagyon fontos, és ezt mindenki kiemeli, ezt az őrült adminisztrációs terhet. Ezt mindenki kiemeli. Mindegyik országban a demonstrációs követelések között ott van, hogy azt, amit tőlünk megkövetelnek a gazdálkodás során előírást, hogy be kell tartani, ezt ahonnan behoznak élelmiszer alapanyagot vagy élelmiszert, azokban az országokban is ezt kötelezően tartassák be. Na ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye mondják ők brüsszeli nyelven, hogy ez a reciprocitás, ez kérem, ez lehetetlen, nem lehetetlen, vagy akkor ne hozzák be. Európa élelmiszer önrendelkezését mi nem kívánjuk feladni. Európa önellátásra képes. Nekünk ezt meg kell tudnunk tartani. A másik, ami főleg az olaszoknál is, de nálunk is és nagyon sok országban felvetődik, ezek a mesterséges élelmiszerek. Látjuk, és a Green Deal nem véletlen indult így, mert nekik már megvolt erre a stratégia, hogy hol lehet itt lecsökkenteni a termelést, versenyképtelenné tenni az európai gazdát, aztán majd szépen szabad teret nyitunk a mesterséges élelmiszereknek. Ez nem riogatás részemről. Nem riogatás részemről. Tehát itt a laborhúsok már például Szingapúrban nagyon komoly üzem van. De Magyarországon is van, kérem tisztelettel, már ilyen rovar, fehérje, feldolgozó üzemi kísérlet. Hát erre mondtuk, hogy zárják be minél hamarabb. De minél hamarabb. Tehát laborhúsok, meg különböző, élelmiszernek nevezett ilyen mesterséges anyagok, biomasszák, ahogy mi mondjuk, mert ezt húsnak nem lehet nevezni. Nos, ennek pontosan az a lényege, hogy azt követeljük, és ez egybehangzik minden uniós tagállamnál, hogy az élelmiszereket jelölni kell. Jelölni kell az importot, és jelölni kell ugyanúgy a beltartalmát. És innentől kezdve kiderül,
hogy mi az, ami európai minőség, mi az, amit mi előállítunk a szigorú feltételek szerint, és mi az, amit ők harmadik országban silány minőséget előállítanak és behoznak. Sőt, tiltva. Az olaszok például nemzeti hatáskörben rendeleti úton tiltották meg a rovarfehérje és a, hát hogy mondjam, laborhús, de én a hús szót nem szívesen használom, ez a mesterségesen előállított biomassa, amiből egyébként 3D-ben már nyomtatják, ha csirkeszány kell azt, ha comb kell azt, ha mele azt. Tehát most itt tartunk. Tehát visszatérve, a jelölés nagyon fontos. Egy másik nagyon komoly követelés, és ezt mi ugyanúgy, tehát ezekkel azonosulunk, igazságos jövedelem elosztása termékpályán. Szóval képviselőtársam úgy vezetett engem fel, hogy láttam már gazdálkodást, láttam, csináltam is. Tehát az, hogy az áraknak jövedelem tartalma nincs. A lengyelek most kiszámolták, és végre most a Tusk kormány emberei mennek a bizottsághoz, hozzáteszem, ők mennek a bizottsághoz, hogy minden tonna gabonán 87 ezer forintot veszítenek. Én ezt, ha jól emlékszem, aki talán figyeli a médiát, tudja, hogy szépen levezettem nem egyszer a Kossuth Rádióban, televízióban is, hogy mi 100 ezer forintot veszítünk hektáronként. Csak gabonában. Hektáronként. Nincs jövedelem tartalom, tehát ez a helyzet tarthatatlan. Na most itt Magyarország meghozta azt a döntését, még egyszer, hogy nem négy termékre, a mi követelésünkre, kérésünkre, egyeztetésünk alapján 27 termékre egyoldalúan lezárta a határt. 27 termékre. Tehát az alapanyagokra és az abból készült termékekre is. Hát az, hogy tojásból 500-szoros mennyiség jött be 23-ban 22-höz képest. Az, hogy csirkehúsból 400-szorosa jött be 23-ban 22-höz képest. Ez elképesztő. És miért is történhet ez meg? Hát milyen az ukrán gazdaság? Kérem tisztelettel, az ukrán gazdaság gyakorlatilag, hát igen, dolgoznak ukrán emberek is, ez igaz. De ha megnézzük a tőke hátteret, ha megnézzük a technológiai színvonalat, akkor nemzetközi befektetők, nemzetközi pénzalapok, adóparadicsomokban bejegyzett cégeket működtetve, mindenféle korlátozás nélkül állítanak elő élelmiszereket. Ezt próbáltuk, én gondolom érzékeltetnem, sikerült a határállomáson is, és most is csak azt tudom elmondani. Ez így tarthatatlan. Ezt mi nagyon régóta jeleztük és jelezzük a bizottságnak. Ursula von der Leyen elnök asszonyhoz, Györfi Balázs elnök úrral, tehát a kamara elnök urával közösen fordultunk levélben. Kaptunk egy semmit mondó választ, nem tőle a munkatársától, hogy hát értik a problémánkat, de hát majd gondolkodnak azon, hogy esetleg hosszabb távon milyen megoldást tudnak kitalálni. Most engedjenek meg egy példát, hadd mondjak el. És ezért nem tudjuk az uniónak a trükközéseit elfogadni. A baromfihús esetében követelték a miniszterek tanácsa, követelte, hogy akkor vámot vessenek ki. Mit gondolnak, hogy elfogadták? És milyen módon? Na ez a brüsszeli logika úgy, hogy a 22-es és 23-as év a bázis, ennek az átlaga a bázis, ez körülbelül, ha 23-400% mondjuk 250 vagy 300 az előző év, akkor mondjuk egy olyan 350%-os megemelt mennyiségen meghúzzák a bázist, és majd a fölött hajlandók vámot kivetni. Na ez nem megy. Ez nem megy. Tehát most tulajdonképpen az, amit ők akarnak, néhány dologban engedtek, ez meggyőződésünk szerint szemfényvesztés. Az, hogy most a növényvédőszerek kötelező csökkentéséről szóló rendeletet visszavonták.
Tehát, hogy most már nem kell csökkenteni 2030-ig 20%-kal a női védőszer felhasználást. Most már ugye a glifozátot sem akarják kivonni a forgalomból. Eddig már eljutottunk. Vagy a kötelező parlagoltatás esetében, de majd államtitkár úr erről szól, a kötelező parlagoltatás esetében majd lehetőséget biztosítanak arra, hogy azonos mennyi, most már ugye először csak mondták, hogy különböző szorzókkal kell megállapítani, hogy mennyivel nagyobb területen, most már egy az egybe lehet másodvetéssel pótolni, vagy esetleg nitrogén megkötő növényekkel pótolni, de ezeket aztán már növényvédelmi kezelésben nem lehet részesíteni. Tehát ott már semmilyen kemikáliát nem lehet használni a növényvédelemben. Vagy elálltak attól, hogy a kibocsátás csökkentés, ugye itt a metán, CO2 és egyéb kibocsátás, ez 2050-ig az tőlük elvárt mértékbe bekövetkezzen. Ez egy mese. Ugyanis közben uszítanak az állattenyésztők ellen, közben például, nem, hát úgymond ők mondják, hogy nemzeti hatáskörben, Hollandiában, amiért a holland gazdák fellázadtak, lefelezték az állattenyésztést. A következő programot dolgozták ki, és erre volt uniós forrás, erre volt. Magyarországnak nem fizetik ki, nekik jár, jogosan, jogszerűen járult. Erre volt. Tudják, mit tettek? Azok a gazdák, akik felszámolták az állattenyésztésüket, azokat nem csak a beruházás érték, nem csak az állatállomány érték, hanem a keletkezett profit, kiesés, a várható profitot is megtérítve 120%-on fizették ki őket. És mi történik? Mi történik? Az, hogy 5 évig Hollandiában nem létesíthet állattartó telepet, de ezzel a nagyon-nagyon jelentős összeggel szépen elindulnak felénk. Ez az Európai Unió részéről, Hollandia részéről is, meg az Unió részéről, ez egyfajta újragyarmatosítást jelent. Igen. Ők gyarmatartók voltak, úgy látszik, hogy új megoldásokat találtak. Uniós tagállamként, egy uniós tagállamokban. Szépen nyomulnak és keresik a lehetőséget. Csak azért akarom jelezni, hogy látjuk, tudjuk, hogy mi a szándékuk, mi meg, mint ahogy megtaláltuk a termőföldvédelemnél annó a külföldiekkel kapcsolatos ügyeket, vagy éppenséggel be tudtuk vonni a területi agrárgazdasági bizottságok közreműködésével a kamarai kollégákat, hogy részt tudjunk venni a földvásárlás elbírálásában. Nyilván most majd abba az irányba nyomulunk, hogy a földhaszonbérletnél is, meg a gazdaságok megvásárlásánál is észnél legyünk, mert nyilván most nem tudják a földet megvenni, de bérelni igen, és ha megvesz egy gazdaságot, akkor nyilvánvaló dolog ahhoz a bérletet is meg tudja szerezni, és onnantól kezdve az biztos, hogy abban már magyar ember nem veti bele az ekét, tehát itt nagyon észnél vagyunk. Tudjuk, ismerjük a módszereket, jelezni szeretném, hogy ezekre meg lesz a megfelelő válasz. Kedves barátaim, én azt gondolom, hogy az ukrán ügyekkel kapcsolatban egyetlen dolgot tehetünk, együttműködve az európai gazdaszervezetekkel, együttműködve azon vagyunk, hogy ezt a helyzetet, ami kialakult az ukrán áruk tekintetében, ezt a helyzetet megszüntessük. Hogy milyen módon, ha erősek vagyunk, ha összetudunk fogni, akkor biztos vagyok benne, a mi kormányunk mellettünk áll, meglátjuk majd, hogy a gazdák mellé hány kormány áll mellé, de mindenképpen ezt az ukrán helyzetet kezelnünk kell. Ugyanis nincsenek illúzióink, egyértelművé tettük, és mi kormányunk számára már nem kell egyértelművé tenni, pontosan tudják, hogy Európa gazdasága átrendeződött. És egy személyes élményt hadd osszak meg önökkel, nem húzom tovább az időt, elnézést kérek, nagyon elfutottam. Én életemben egyszer jártam Moszkvában. Szovjetunióban nem voltam hajlandó kimenni, egyszer jártam Moszkvába.
akkor már a Minszki megállapodás időszaka volt. Azt mondta az orosz gazdaszövetség elnöke, hogy köszönjük alelnök úr az embargót. Személyes, bárki előtt vállalom. Köszönjük az embargót, mert ilyen gyors fejlődésen az orosz mezőgazdaság és élelmiszeripar nem ment volna soha végbe. Ugyanis minden forrás megkaptak, és akkor megmondta, hogy megduplázzuk. Megduplázzuk a hozamokat. Hát kedves barátaim, megértük azt, hogy most 50 millió tonna gabonával ott van a világpiacon. Nettó exportőrként Oroszország. És ez csak több lesz. És ők az ukrán gabona helyét elfoglalták a világpiacon. Ukrajna, illetve hát nem a Ukrajna, hanem az Ukrajnában működő amerikai, arab, nyugat-európai, a volt tagállamok vagy a mostani nagy tagállamok nagy bevektetői. Igen, ők most már keresik a piacot. És ez hosszú távon tarthatatlan. Ennek hosszú távon Európára olyan hatása van, és lesz a jövőben, ami az európai gazdák számára, nem véletlen tettük ki a koporsót, végzetes. Egyetlen lehetőség van az, hogy egy új európai bizottság, egy új európai parlament, új európai bizottság, és hát egy olyan tanács, ahol a trilógus, a gazdák és az európai polgárok javára dönt. Az éjszaka olvastam, hallgattam végig egy német podcastot, ahol német professzorok vitatkoztak és német politikusok, akik már azt mondták, hogy tarthatatlan a helyzet, új stratégia kell, új helyzet van. Én úgy emlékszem, ezt mi már régen mondtuk. Úgy emlékszem. Jó reggelt, Európa! A magyarok már jóval korábban felébredtek, csak ugye erőnkhöz mérten, amit lehetett, megtettünk. És én nem nyugtatni akarok senkit, hanem egyet tudniuk kell, hogy az együttműködés részünkről, ha érdekképviselet, ha kamara, ha szakmai szervezet, az megvan, de megvan a kormánnyal is az együttműködés, tökéletesen értenek bennünket, és megvan a lehetőségünk, hogy érdemi párbeszédet folytassunk. Én azt gondolom, hogy az elkövetkező időszak meghozza a maga változását, nem fognak leállni a gazdák. Most, 20-án, ha jól emlékszem, de segítsetek, Tibor, 20-án, február 20-án, vagy 22-én, mondhatsz, 22-én, a V4-ek kamarái a lengyel, szlovák és ukrán határnál szerveznek. A V4-ek kamarái, sőt, lett-litván demonstrálók is csatlakoznak hozzájuk, tehát ott leszünk ismét. A V4-ek most megint szorosabbra fűzték a kapcsolatokat, minden vitát félretéve. Azon vagyunk, hogy a többieket is megszólítsuk. Most mondom először el nyilvánosság előtt, már azon dolgozunk egy hete a kollégáimmal, hogy ide Magyarországra, Budapestre hívjuk az összes Európai Uniós gazdaérdekképviseletet, meghívom a parlamentek mezőgazdasági bizottságának az elnökeit, tegyük asztalra a problémát, beszéljünk nyíltan, egyenesen, ne beszéljen mellé senki, megvannak a számok, pontosan tudjuk, csak egy példát mondjuk, hogy 5,5 tonna gabona termett országos átlagba hektáronként, a fedezeti pont 7 tonna, a másfél tonna pedig hektáronként veszteség. De ugyanezt el tudják mondani a németek, ahol a húsipar közel 20%-ot gyengült, és hadd ne mondjam, hogy milyen állapotban van egy-egy ország gazdasága. Azt mondtam, hogy a németekről szólok, és ez az utolsó gondolat. Kedves barátaim, számunkra azért izgalmas Németország, mert a magyar gazdaság és a német gazdaság szorosan együttműködik, és mi nagyon függünk a német gazdaság teljesítményétől.
Nem véletlen a nyitás, nem volt véletlen a keleti nyitás, nem volt véletlen, hogy Magyarország több irányba mozog, mert nekünk sajnos, ha nagyon erősen kötődünk hozzájuk, akkor ez sok gondot jelent. Több mint 20 millió migráns vagy migráns hátterű család él már Németországban. És ezeknek a szociális terheit a német gazdaság viseli. Hát kedves barátaim, most így állunk. Azzal szeretném zárni, hogy a magunk részéről tökéletesek nem vagyunk. Biztos, hogy voltak, vannak és lesznek hibáink. Egyet ne vitassanak el tőlünk, hogy legtisztább lelkiismerettel és legjobb szándékkal és legjobb szakmai tudásunk szerint megteszünk mindent. A többi már sajnos nem rajtunk múlik. De folytatom a sort, hogy köszöntsem kedves barátomat, Zászlós Tibor urat, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökét. És Bögyös Zsoltot, akit nem biztos, hogy itt, aki itthon van, otthon be kell mutatni. Mondjuk úgy, hogy leánykori nevén az MVH főosztályvezetőjét, kirendeltségvezetőjét. Az agrártámogatások tekintetében azt gondolom, hogy itthon ő az az arc, akinek meg kell jegyezni az arcát, telefonszámát, és ettől fognak tudni működni jól a dolgok, higgyék el. Én is hozzáfordulok kérdéssel, amikor megakadunk. Régóta vagyunk kollégák, és bízom benne, hogy marad is a barátság, de félretéve azt gondolom, hogy nagyon régen voltam olyan fórumon, amikor teltházas művelődési házat tudtunk megtölteni, mi gazdálkodók az agrárium miatt. Elnök úr súlyos kérdéseket feszgetett, sok-sokra megvan a válaszunk, sok-sokra megvan a kérdésnek a felvetésünk. A legfontosabb látni azt, hogy együttműködünk, egymásnak válvetve tudunk dolgozni, és közösen kell keressük azokat a megoldásokat, ami az elmúlt időszaknak, de azt is mondhatjuk rá, hogy ennek az elmúlt időszak megbolondult pillanatainak talán sokaságából adódik. Én igyekszem inkább a támogatás politikáról beszélni, de nem lehet elmenni az elmúlt időszaknak a nehézségeiről. Nem tudom, hogy meddig kell visszamenni ahhoz, hogy fel tudjuk sorolni, mi minden nehézség jött szembe az agráriummal. Mert még ma is nyögjük a koronavírusnak a utóhatásait, emlékszünk áldozataira, még emlékszünk arra, hogy nem tudtunk gépet, eszközt venni, mert mindenki azt mondta, hogy nincsen chip, mert elakadt egy hajó egy csatornába, és meg fejreállt tőle a világ. Olyan asszály jött velünk szembe, legalábbis ahonnan én jövök, hogy egyik gazda sem tudott térdig érő kukoricánál magasabban büszkélkedni. Nehéz kérdések. A kamat, az infláció, az energiaárak és nagyon sok minden. De azt gondolom, hogy a sok nehézség mellett az a fontos üzenet, amiről szeretnék önöknek tájékoztatást adni, hogy hol tart a mai közös agrárpolitika, mi a mi lehetőségünk, milyen lehetőség van a magyar agráriumnak a megújítására. Tibor utánam, főtitkár úr, a generációváltásról fog beszélni. Hol tudunk lehetőséget teremteni a vidéken élő fiataloknak? Mit tudunk biztosítani ahhoz, hogy legyen helyben megmaradás, legyen biztos becsületes jövedelem, legyen jövőképünk, családalapításunk? Szerintem ez a fontos kérdés. És ahhoz, hogy erről tudjunk beszélgetni, szerintem egyet lépjünk hátra, hogy lássuk azt, hogy hol vagyunk most. Ha 2014-től 20-ig vizsgáljuk, akkor azt tudjuk rá mondani, hogy 1400 milliárd forint volt, hogy újuljon, szépüljön, kiegészüljön és bővüljön. 2020 és 23 között volt egy átmeneti időszak. Azt mondta Magyarország kormánya, hogy amennyit hozzá lehet rendelni a támogatásokhoz, azt ő hozzáteszi. Ez 80%. Ezt úgy kell egyszerű módon megérteni, lefordítani, hogy minden kifizetett 10 forint támogatásból 8 forint hazai költségvetésből kerül hozzárendelésre. Már csak egy kérdésre vagyunk attól, hogy miért hívjuk ezt uniós forrásnak? 10 forintból 2 az uniós, 8 a hazai. Ez adja azt a kellő háttámlát, ami egészen 21-22-23-ban, ha pontos akarok lenni, akkor 1570 milliárd forint volt az a támogatási összeg, ami hozzárendelésre került az agrárium fejlődéséhez. Ebből volt precízió, állattartás, gépeszköz, kertészet, élelmiszeripar. Az volt az elsődleges cél, hogy igyekezzünk egységes árulap termelő képesség irányába elmozdulni. Hogy elérkezünk a közös agrárpolitika stratégiai tervéhez, és higgyék el, nem akarok sok számot mondani és ámítani önöket a nagy számokkal, de ezek a mi lehetőségeink. 5500 milliárd forint.
Ezt vágjuk ketté. 2500 milliárd forint a terület és állatalapú támogatás. Ez az, amit a falugazdászok közreműködésével minden áprilisban megigényelnek. Ez az a támogatási összeg, amiből 300 milliárd forint nagyságrend kerül kifizetésre minden év október 16-a után. Ez akkor is kifizetésre került, amikor mérhetetlenül nagy asszály volt. Meg a tavalyi évben is, amikor olyan áron kellett tudni értékesíteni, vagy el se adni, ami egyikünk sem gondolt volna. Ezért rettenetesen fontos, hogy jó támogatási kérelem kerüljön benyújtásra. Ezek nagyon komoly támogatási összegek. Ha a tavalyi évet vizsgáljuk az agráriumba, ez 1407 milliárd forint kifizetés volt. Ebben benne van minden. 1400 milliárd forint. Mert nagyon fontos az agrárium. Mert rávilágított arra, hogy a mezőgazdaság, az élelmiszer előállítás az önrendelkezésünk része. Ezért is nekünk a legfontosabb intézkedésünk a feldolgozó kapacitásnak a fejlesztése. Egy rettenetesen egyszerű üzenettel kellett megfogalmaznunk, a helyben megtermelt javaknak legyen egy helyi feldolgozó kapacitása. Mert megtanultunk termelni. Mondjuk rá azt, hogy megtanultuk tárolni. Egy idős professzor barátommal beszélgettem, ő meg azt mondta, hogy nem az a tudás, hogy tudunk-e termelni. Az a tudás, az a valami, amikor tudunk eladni. És most pont azt az időt éljük, hogy az a valami, amikor tudunk eladni, és ahhoz, hogy el tudjunk adni, piacképességgel tenni. Pont olyan pályázatokat igyekszünk írni, ami képes a megtermelt javakat piacképessé tenni. Ma azt mondják, áruvá készítés gépei, technológiái, post-harvest. Tudjuk feldarabolni, megmosni, becsomagolni. Amikor én tanultam, akkor azt mondták az egyetemen, hogy a megtermelt javakat bőrében kell eladni. Emlékeznek ilyen mondatra? Nem olyan régen jártam iskolába, higgyék el. Én meg már azt hiszem, hogy vákumcsomagolva van rá vevő. Nem lábon kell elhajtani a terményt, hanem lehet, hogy hűtve. Fura világot élünk, de ez nincs tőlünk messze. Ez pont annyira nincs tőlünk messze, mint higgyék el, én is faluról jövök, nagy érték annak, akinek van egy 50-es traktorja. Tudják, azzal a széles lemezüléssel. Annak az embernek elmagyarázni, hogy de jó lenne, hogyha olyan traktort venne, aminek még fülkéje sincs, és nem is kell odaülni. A kettő között óriási a különbség. De gondoljanak bele, 10 évvel ezelőtt valaki azt mondta, hogy drónnal fognak permetezni. Tavaly meg itt volt a szomszédfaluban, meg lehet ebbe is. Így fejlődik az agrárium. Nekünk meg az a dolgunk, hogy a felgyűlt tudást, az innovációt, megteremteni az együttműködésnek a lehetőségét, együtt gondolkodni, a folyamatosan változó világnak kihívásaira együtt találni olyan megoldást, amivel életbe lehet maradni, eredményesen lehet gazdálkodni. Próbáljunk meg versenyképesek lenni, valahogy kibírni mondjuk azokat az energiaárakat és az energiafüggőséget csökkenteni, és itt helyben termelni. Pont ehhez írtunk ki a tavalyi esztendőbe. Én azt gondolom, hogy rendhagyó módon most először bátran merem mondani, hogy előttünk még ezt nem próbálta meg senki. 69 darab pályázati felhívásnak a menetrendjét. Kitettük decemberbe, hogy mit fogunk csinálni következő év decemberig. Ez azért merész vállalás, mert ezt be kell tartani. Én pedig arra buzdítom önöket, hogyha olvasható formában látják, akkor szakítsák ki az újság közepéről, ragasszák ki a hűtőre, vagy oda, ahol sokszor elmennek, gondolják át, készüljenek fel. Mert most van az agrárium fejlődésének a lehetősége. 2900 milliárd forintról szól az 69, elárulom, egy picivel több lesz, 72 darab pályázati felhívás, amit meggyőződéssel mondunk, hogy valóban az agrárium megújítását tudja szolgálni. A legelső, azok a líderekről szólnak. Azok a helyi akciócsoportok, amiből 105 behálózza Magyarországot. Alulról jövő, mondjuk rá azt messziről, hogy apró összegű támogatásokkal, de a legfontosabb támogatással tudja a legjobb ötleteket támogatni, megvalósítani. Aztán jön egy csomag, ami zöld intézkedéseket tartalmaz. Mert hogy az összes pénznek a 36%-át nagyon nem szép szóval használva zölden kell elkölteni. De ez ennyi volt tavaly is, meg tavaly előtt is. De ha kibontjuk, hogy mi a 36%, akkor megértik. Ide tartozik az agrárkörnyezetgazdálkodás, az ökológiai gazdálkodás.
Másfél millió hektár, abból az 5 millió, kerekítsünk, majdnem 5 millió hektáron gazdálkodunk mi itt ma magyarok. Ebből másfél millió hektár környezettudatos, fenntartható módon vagy ökológiai gazdálkodásba vonva jelenítődik meg. Azt gondolom, hogy a gazdálkodónál nincs jobban a természet kincseit megóvó ember. Olyan, aki át akarja adni, örökül akarja adni a következő generációnak, hiszen ez lesz a mai előadásnak egy második témája. Ezek a zöld költések. 1000 milliárd forint egészen 27 vagy elszámolási időszakkal, nézzük együtt 29-ig. Van 1450 milliárd forint előttünk, amiről érdemes sokat beszélni. Ezek a beruházási támogatások. Ide tartozik az élelmiszeripar, a terménytisztító, takarmány előállító, állattartó telepek. Ide tartozik a kertészet, üveghűtőház, ültetvénytelepítés, gyógynövény, aroma. Nem fogom felsorolni, mert nem egy taxatív felsorolás a lényeg. Igyekeztünk kevesebb pályázati felhívásba, nagyobb támogatási összeget, egyszerűsített szabályok mentén végrehajthatóvá tenni. És azért szóltunk novemberbe, decemberbe, hogy ezt fogjuk tervezni, hogy legyen ideje mindenkinek megismerni a szabályokat. Hogy elmondjuk előre, hogy melyek azok, amik változtak. Azt gondolom, hogy az egy szerencsés időpillanata. Szerintem a hazai agráriumnak és a magyar vidéknek, hogy nem kellett új stratégiát írni. Láttuk azt, hogy az elmúlt időszakokban mindig stratégia követett. Nem kell feltalálni a meleg vizet, mert van. Működött az elmúlt két év pályázati felhívásai. Minden benyújtott jó pályázat elnyerte a támogató jogiratát. Ezért most az a dolgunk, hogy levonjuk annak a következményeit, amit láttunk belőle, hogy mégis mi volt, ami rossz, ami nehéz, ami sok mindenkinek fejvakarást okozott. Így jutottunk el oda, ahol most tartunk. Szerintem érdemes beszélni az alapokról. 50% támogatási intenzitás. Ezt is úgy lehet lefordítani, minden jó ötletnek a felét kifizeti a támogatás. Az a vissza nem térítendő rész. Na de mitől lett több, mint eddig volt? 15% többlet támogatásra jogosult az, aki fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül. Már legalább 18 éves, még nem töltötte be a 41-et, és legkésőbb, vagy legfeljebb 5 éve gazdálkodik. Gazdaság átvevő. 15% többlet támogatás. Egy 100 forintos projektnél, azért nem mondok nagyobb számot, mert nem kell nagyot mondani hozzá, egy alaptámogatással 50 forint önrész. Ha ezt egy fiatal gazda csinálja, vagy egy gazdaságátvevő, 35 forint. 65 forint a támogatás. Ha kollektív módon hajtja végre valaki a beruházását, összeállnak többen, vagy termelői csoport, vagy más kollektív módon végrehajtva, több lett 10%. Ha ökológiai gazdálkodásból származó terméket dolgoz fel, több lett 10%. Nagyon sok egyéb variációt tettünk még hozzá. Mi az, amivel végrehajtható lehet? Hogyan lehet élni az előleg kérelmével? Hogy ne kelljen banki garanciával gondolkodni. Ne kelljen a bankoknak többlet terheket fizetni, hónapokat várni azért, hogy a projekthez legyen egy indító tőke a meglévő önerőnkhöz. Dolgozunk a bankokkal közösen, hogy a felmerült költségeknek az elszámolásába jelentős segítséget nyújtson az előttünk álló pályázati felhívások. Megváltoztattuk a korábbi időszaknak a szabályait, ami arról szólt, hogy 50%-os mezőgazdasági árbevétellel lehetett csak pályázni. Ez volt az a küszöb, ami megóvta az agrárium számára az ide szánt pénzeket. Azért kellett lecsavarjuk 40%-ra, mert az elmúlt 3 év pályázatai, amikor terménytisztítót, amikor szárítót, takarmány előállítót és feldolgozó üzemet támogattunk, bizony átolta az árbevételt. Levittük 40%-ra. Megváltoztattuk az üzemméretnek a számítási módszertanát. Nem lehetett korábban. 277 forinton váltottuk az eurót. Én azt gondolom, a teremben mindannyian váltanánk ma ennyiért. Ugye? Ezért kellett reál értékre hozni. Nem tudtuk megtenni korábban. Ezek a fontos változásai, én azt gondolom, a vidékfejlesztési programnak. Vagy annak a folytatásának, a stratégiai tervnek. Ahol sokkal hatványozottan meg tudjuk jeleníteni a megújuló energiának a jelenlétét. Ahol végre eljutunk oda, hogy tudunk együtt gondolkodni, és alternatívát kínálni a fiataloknak. Csomagba gondolkodunk, mint ahogy említettem, a zöld, a beruházási támogatásoknál, és megérkezünk a legfontosabb, talán számunkra közel álló részhez, mert régen hirdettünk fiatal gazda támogatást. Ennek megvan a történelmi oka.
A vidékfejlesztési program megcsontosodott annyira, hogy nem tudtunk rajta olyan módosítást végrehajtani, amivel egy élhető, vidéken, helyben gazdálkodó fiatalnak tudjunk nyújtani támogatást. Most elérkezett annak az ideje, hogy ez év nyarára meg tudjunk jeleníteni egy konstrukciót. Hosszú vita előzte meg. Ki a fiatal gazda, aki még sose gazdálkodott, vagy az, aki gyerekkorától bevonták a mezőgazdaságba? Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek a helye kell, hogy legyen. Az új és indulónak, és annak, akinek már tudása, kötődése és gyökere van. Sőt, mondok még egyet hozzá, az erdészeti terület. Mert vannak erdőn gazdálkodó fiataljaink is. Mindegyikre lesz lehetősége. De egyet tudok ígérni, hogy pont a fiatal gazda lesz az, ahol nem törekedtünk az adminisztráció csökkentésére, hanem arra törekedtünk, hogy szoros együttműködésbe, szoros kapcsolatba az elejétől a végéig kísérjük, és szakmai támogatást tudjunk ahhoz nyújtani, hogy eredményesen tudja befejezni. Mert a mai pillanatban talán kétszer lehet örülni egy fiatal gazdának. Egyszer, mikor megnyerte, másodjára, mikor megszabadult tőle. És ez így nincsen jól. Akinek van, az tudja, hogy miről beszélek. Aki meg ismer olyat, az is. És egy támogatásnak nem az a lényege, hogy egy örök életre tartó nyomot hagyjon maga után, és elnyomorítson, vagy elvegye a kedvét, hanem pont ellenkezője lenne ennek a feltétele. Ugyanilyen fontos a mezőgazdasági kisüzem. Ezt pedig hittel mondom, hogy a legnépszerűbb és a legfontosabb intézkedése volt, még akkor is a vidékfejlesztési programnak, hogyha összesen 112 pályázati felhívásra sikerült majdnem 3500 milliárd forintot elkölteni, kötelezettséget vállalni ebbe a elmúlt mondjuk 10 éves terminusba. Mégis a mezőgazdasági kisüzem volt a legfontosabb. Tudják miért? Közel 20 ezer családi gazdálkodót sikerült megszólítanunk. Őstermelőt, kis- és középvállalkozót, akinek még van mezőgazdasági tevékenysége, még őrzi azokat a tudást, a hagyományt, szeretné kiegészíteni a keresetét, mert már nem főállásban kell végezni. És arra adtunk egy általány támogatást, hogy vegyen belőle újat vagy használtat, facsemetét vagy állatot. Őrizze meg, fejlődjön, ettől legyen a következő időszak pályázatképes gazdálkodója. Folytatni fogjuk a közös agrárpolitika kereteiben is. Mint ahogyan egy kiemelt része, én azt gondolom, már csak egy halmazon maradt hátra, amiről kevés szót említettem, az pedig a hagyományos értelemben vett vidékfejlesztés. Ez az, amikor az önkormányzatokkal, egyházakkal, civil szervezetekkel tudunk együttműködni. Csak az elmúlt másfél évben közel 4500 km mezőgazdasági külterületi út épült. Ez garantálja azt, hogy össze tudunk kötni településeket, meg tudjuk óvni a gépeket, eszközöket, hatékonyá lehet tenni a mezőgazdaságot. Ez egy nem bátor kijelentés, de a rendszerváltozás óta erre nem volt példa. Majdnem 5000 kilométer, 1500 önkormányzat. Tudnám nagyon sokáig hosszan sorolni, hogy hány útrészlet, 2700 útrészlet újult meg. Majdnem 500 vadonatúj vagy meglévő piacnak a megújítása történt meg kis településeken. Ez az, ami elsődleges értékesítési helye a kézműves termelőknek. Ez az a hely, ami meghatározza a település arcát. Nagyon sok önkormányzattal állunk együttműködésbe a szennyvízkezelésnek a megoldására. És még számos intézkedésben tudtunk együttműködni, ahol egyházi és önkormányzati létesítményeket kellett tudunk felújítani. És ezek ugyanolyan fontos lépései ennek a stratégiai tervnek, mint amilyen egy feldolgozó kapacitás vagy egy állattartás. 2024 van. Ez 27 és 29-ig tart ez a program. Meg fog jelenni idén egészen biztos mind a 69 pályázati felhívás. Azért fontosak ezek a találkozások, hogy megosszuk egymással a gondolatainkat, kritikákat, észrevételeket, javító szándékú megjegyzéseket, hogy mi is tanuljunk belőle, vagy elmondhassuk önöknek, hogy az a pályázat, ami most megjelenik, és a beadás között kellő időt szeretnénk biztosítani ahhoz, hogy fel tudjanak készülni. Alapesetben 24 hónap a megvalósítás. Meg még van utána egy 5 éves fenntartási időszak. 7 évről beszélünk. Ez egy rendkívül hosszú idő, és azért kell egy megfontolt jó döntés, mert ez minden jó ötletnek csak az első felét adja. Meg kell számolni, számot vetni otthon, hogy mi az, amire szükség van, és mi az, amire keret van, és most van itt az agrárium fejlődésének lehetősége. Bátorítom önöket a jó döntés meghozatalára. Keressék a falugazdász kollégákat, pályázatírókat, szaktanácsadókat,
igyekszünk feltételül, vagy a felkészüléshez lehető legnagyobb időt, keretet rendelkezésre bocsájtani. Ha kérdésük van, kérdezzenek. Mert most van annak az ideje, hogy megújulhasson az agrárium. Igyekszünk megteremteni annak a lehetőségét, hogy a fiataloknak lehetőséget adjunk. Mert ők az agrárium megújításának a motorja. Sok feladat áll előttünk, mi pedig igyekszünk állni az önök rendelkezésére.